Nos, ez az. Pontosan tudjuk, azaz csak tudni véjük, hogy mi az, ami nem történhet meg. Nem vagyunk hajlandók elhinni, hogy mégis megtörténhet, és ezáltal hihetetlen módon megcsonkítjuk lehetőségeink tárházát. A hit ugyanis nem más, mint az összpontosított gondolat ereje biztos tudás megingathatatlan belső bizonyosság, aminek ereje abból fakad, hogy a világegyetem valójában egy kivetített gondolati építmény. Valamiben hinni annyit jelent, mint gondolatban felépíteni vagy megteremteni, aztán kitartani a gondolat mellett, és kételjek nélküli teljes belső bizonyossággal tudni, hogy a kívánt eredmény előbb-utóbb a fizikai világban is megjelenik. Ha valamit el szeretnénk érni, hinnünk kell benne, jóval az eredmény fizikai síkon való megjelenése előtt. A lelki fejlődés maga szintjére jutott mesterek gyakran mondják, mi azt hisszük. Ezáltal igyekeznek kihangsúlyozni, hogy olyan dologról van szó, amit gondolatban állandóan teremtenek és ki is tartanak mellette. Külső valóságuk ehhez a belső gondolati képhez igazodik. Eltűnődtem azon, hogy különböző vallások és szekták képviselői milyen gyakran hangoztatják, hogy csak az általuk hirdetett út az igaz, és mindenki, aki történetesen nem azt az utat járja, kárhozatra van ítélve. Az ezoterikus tanítás szerint az igazi hit a lelki univerzum leghatékonyabb teremtő eszköze, és nem függ egyetlen vallástól sem. Egyénileg és kollektíven alaposan félreértettük a hit fogalmát, annak ellenére, hogy az emberiség történetét végig kíséri valami, ami rávilágíthatott volna a hit igazi természetére. A babona. A babona is hit, és ha átadjuk magunkat valamely babonás hiedelemnek, feltűnő gyakorisággal tapasztalhatjuk meg, hogy valóban működik. Tudatunkban megteremtjük az összefüggést bizonyos jelek és a nyomukban bekövetkező események között, és ez az összefüggés mindaddig fennáll, amíg ragaszkodunk a gondolatban megteremtett összefüggéshez. Így aztán az, aki meg van győződve arról, hogy a fekete macska vagy a 13-as szám szerencsétlenséget hoz, sokkal nagyobb valószínűséggel idéz elő valami kellemetlen következményt, mint például az, aki úgy döntött, hogy neki a fekete macska vagy a tizenhármas szám szerencsét hoz. A hit erejében rejlő lehetőségekről Jézus is igyekezett tanítani bennünket, sajnos különösebb siker nélkül. Azt mondta, mindent megkaphatunk az Atyától, ha Krisztus nevében kérjük. Azt is mondta, hogy mindannyian Isten gyermekei vagyunk, és amit az egyik gyermek megtehet, azt mindenki megteheti. A vízen járó Péterről szóló bibliai történet híven tükrözi a hit erejét és a kétej pusztító hatását. Amikor a tanítványok észrevették, hogy a vízen jár, megrémültek. Kísértet, mondták, és félelmükben kiabáltak. Jézus azonban megszólította őket. Bátorság, én vagyok, ne féljetek. Erre Péter így szólt. Uram, ha te vagy, Parancsold meg, hogy oda menjek hozzád a vízen. Gyere, felelte. Péter kilépett a bárkából, és elindult Jézus felé a vízen. Az erős szél láttára azonban megijedt, és amikor merülni kezdett, felkiáltott, Uram, ments meg! Jézus kinyújtotta a kezét, és megfogta. Te kis hítű, mondta kérdőre. Miért kételkedtél? Máté 14.26-31-ig. Az ezoterikus tanítás nyomán világossá vált előttem a hit működési elve, de mindez alaposan felforgatta a vallással kapcsolatos korábbi elképzeléseimet. Ha a hit használható mentális eszköz, és a központi intelligens erőforrás létében teljesen biztosak lehetünk, akkor végső soron nem kell hinnünk Istenben. Akkor hát mi a vallás lényege? kérdeztem tanítomtól. A vallás eredetileg a latin religió szóból ered, ami annyit jelent, mint újra megteremtett kapcsolat. Sajnos nem áll rendelkezésünkre egyetlen olyan szó sem, ami akár csak megközelíthetné az Istennel újra felvett kapcsolat élményét. A buddhisták nirvánának nevezik, a hinduk moksának, az embudhisták szatori, a keresztény szerzetesek pedig unió misztika néven tartják számon. A lényeg az, hogy személyes élményről van szó, és nem olyan információról, amit könyvekben megtalálhatunk. Ez valami misztikus élmény? Nem hétköznapi élmény, az bizonyos, de nem is misztikus. Hiszen te ennek az erőforrásnak a része vagy. Miért lenne misztikus az, ha ismét tudatos kapcsolatba kerülnél vele? gondolataim tovább cikáztak. Létezik-e lehetetlen egy olyan világegyetemben, amit a gondolat alkot? Fejlettebb testvéreink arra tanítanak, hogy a koncentrált gondolat vagy hit ereje nem ismer korlátokat. Teljes környezetünk, kapcsolataink és minden tárgya, amivel magunkat körülvesszük a belső gondolatvilág kivetítése. Az ember azzá válik, amit gondol és amit hisz. Ez talán rendben van, de valamit mégsem értek. Mi lenne az? Nem minden gondolatot lehet hitnek nevezni. Mitől válik egy gondolat hitté? A titok a tudatalatti természetében rejlik. A tudat nem képes megszűrni és átvizsgálni a beérkező információt. Azok a dolgok, amiket gyakran hallasz, szinte kitörölhetetlenül megragadnak a tudatalattitban, és úgy működnek, mint egy háttérben dolgozó program parancsai. Az emberi tudat tehát programozható? De még mennyire? Ez persze nem csak lehetőségeket, de veszélyeket is rejt magában. Az ilyen tudat alatt működő programokból áll össze az, amit lényed mélyén hiszel. Ezek a programok valójában hasonlóak a számítógépek programjaihoz. Ha hiba van bennük, a legváratlanabb helyzetben is képesek galibát okozni. Azt mesélik, volt egyszer egy ateista, aki leesett egy szikláról. Zuhanás közben azonban elkapta egy kisfa ágát. Miközben ott lógott a felette lévő ég és az ezerlábnyi mélységben lévő sziklák között, belátta, hogy nem lesz sokáig ereje kapaszkodni. Ekkor azonban eszébe jutott valami. Isten! kiáltotta a torka szakadtából. Csend! Semmi válasz. Isten! kiáltotta még egyszer. Ha létezel, ments meg, és én megígérem, hogy hinni fogok benned, és másokat is a te hitedre fogok tanítani. Ismét csak csend. Már majdnem elengedte az ágat kétségbeesésében, amikor egy hatalmas hang dörgött végig a völgyön. Mindegyik ezt mondja, amikor bajban van. Nem, Istenem, nem! Kiáltotta most már reménykedve: Én nem olyan vagyok, mint a többiek. Látod halván a hangodat, én már el is kezdtem hinni benned. Most már csak szabadíts ki innen, és hirdetni fogom nevedet az egész földön. Na jól van, mondta a hang. Megmentelek. Engedd el az ágat. Hogy elengedjem az ágat? Kiáltotta tébolyultan az ember. Hát azt hiszed, hogy megőrültem? Fatal error. Végzetes tévedés, gondoltam magamban mosolyogva. A számítógépem is ezt írja ki programhiba esetén. Tanítom folytatta. A háttérben, tehát a tudatalattiban futó program határozza meg életünket és cselekedeteinket. Rendkívül fontos tehát, hogy milyen programcsomagot kapunk gyermekkorunkban szüleinktől vagy környezetünktől. Amit gyakran hallasz, és amit gyakran ismételnek a környezetedben, az könyörtelenül lerakódik a tudatalattidban. És azzá válik, amiben lelked mélyén hiszel. Ez lesz az a programcsomag, ami alakítja és meghatározza a saját valóságodat.